Minden év novemberének harmadik vasárnapján a közúti közlekedési balesetek áldozatairól emlékeznek meg világszerte. A Maros megyei Horjás sürgősségi helyzetek felügyelősége együttműködve a Maros megyei rendőrfőkapitánysággal közös figyelmeztető akciót szervez. Prevenciós akciót szervez a Maros megyei Horjás sürgősségi helyzetek felügyelősége együttműködve a Maros megyei rendőrfőkapitánysággal, azzal kapcsolatban, hogy tudatosítsák a lakosságot a biztonságos közlekedés érdekében. Minden év novemberének a harmadik vasárnapján a közlekedési balesetek áldozataira emlékeznek, így ezen a napon a biztonságos közlekedésre hívják fel a figyelmet. A vészhelyzetek megelőzése érdekében felhívjuk a figyelmet arra, hogy mit kell tenni, ha közlekedési baleset szemtanúi vagy áldozatai vagyunk. Ezért november 17-én 12 órai kezdett el a Marosvásárhelyi Pláza M bevásárlóközpontban várjuk a lakosságot az ilyen vészhelyzetekben alkalmazandó intézkedésekkel kapcsolatos műhelymunkákra és beszélgetésekre. A rendőrség szerint néhány alapvető biztonsági eszköz megmentheti az életünket. Elfelejtjük, hogy az egyetlen tényező, amelyet mi irányítunk, és amely a legfontosabb, az emberi tényező. Én vagyok az, aki a volán mögé ül, és én vagyok az, aki vezet. Érthetetlen számomra, hogy 20 évnyi vezetési tapasztalattal szülőként még sokan azt mondják a gyermeküknek, hogy egy rövid úton maradhat bekötetlenül, és ülhet az első ülésen. Hozzátették, hogy az év első 10 hónapjában Maros megyében 135 közúti baleset történt, 124 súlyosan sérült el, 59 enyhén sérült el, valamint 27 halálos áldozattal.